Szevasz, Tervi, köszi, köszi, köszi. You turned toward me and looked so weak. I've never seen you with such tired eyes. Ez egy ilyen érzelmes nap lesz, srácok, zsebkendőt hozzatok. Nekem is. We just traded for a suit coat and a tie.
back and take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees, I will see where the ocean meets the sky. Under your toes, a fire grows. You are ready for a different kind of life. Hello! Szevasztok! Szép estét, köszöntelek benneteket nagy szeretettel! Szevasz, Benui, General, Rolnik, El, Laci, Mustár, Csoki, Xit, Szevasz, Kvertus, hello, hello! Szoszorok Gaming, hát nem kommentálom. Szevasz, Tumme, Szevasz, Nervin, és köszi még egyszer! Debeand, köszöntelek téged is nagy szeretettel! Szevasz, Tumme, és Lempi, ugye? Igen, ha esetleg kihagytam volna valakit, akkor az, nem tudom, álljon fel és tüntessen. Szevasz Gaber, szép estét, hello, hello, szevasz Nata. Srácok, tegnap egy ilyen őrületesen hosszú stream volt reggeltől egészen estig. Kb. 11 óra volt összesen, vagy valami ilyesmi, és a végén kezdtem el pörgetni a Life is Strange-et, és ma így valahogy így... Na, tovább kell játszani. Rémületesen jó, és meg is lepett. És meg is lepett, hogy ez ennyire tetszik nekem, úgyhogy nyomjuk tovább. Szevasztok, szép estét, Noob Chicken, hello, hello. Nem tudom, hogy lesz a hét, holnap minden esetre biztos, hogy diskurzus lesz. Szerdán, csütörtökön, pénteken is lesz stream, meg egésznapos, vasárnapos, szokás szerint. Na, úgyhogy szerintem neki is állok. Szeretném felhívni a moderátoroknak a figyelmét arra, hogy megosztottam Discordon egy posztot, úgyhogy egy-két újabb chat parancsal bővültünk, ami a következő. Jaj! Hát köszönöm szépen, General Rohanik, hát ez a 6. hónap, azt a paszta! Hát már ilyen véndiák lennék? Igyekszem jó példát mutatni az ifjú lurkóknak. Köszönöm szépen a fél évet. Jézus Máriám. Köszi. Xit még tanulja a parancsot. Értesítés névre hallgat. Továbbá van egy olyan, hogy felkiáltója tech. Aki esetleg oda nem illő tech
kérdésekkel zavarná a csetet, az nyugodtan olvasgathat. Igen, 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 ott van, Xit már nagyon pörgeti is kőkeményen. És a héten még fogunk amúgy együtt játszani Témi nénivel, Xittel, igen, és Zero is lesz, csak ő ma estig dolgozik, tehát ilyen kb. 10 óráig, mert lesz valami nagy közös zabálás, vagy valami ilyesmit magyarázott, de nem tudok hozzászólni a dologhoz. Szevasz, Szakszó, szép estét, hello, hello. Ja, úgyhogy körülbelül ez így a szituáció. Nem, nem, de hogy szoszorogjé, még egy jót rögtem. Nem? Ó, basszus, hát figyelj, legyen jobb. Nézz egy jó streamet, aztán hajrá. Nem mondtam, hogy pont az enyémet, de na, érezd jó magad. Tegnap, Quertus. Wow, őrület, egyszerűen őrület. Az észmegállás lekuporodik. Hát köszöntelek nagy szeretettel itt a Nebulók dicső táborába, szevasz, és köszi, hogy itt vagy. No, szóval, Life is Strange, második epizód. Az első nagyon jó volt, hogy őszintén legyek, azt élveztem a legjobban, amikor azokat a retteltes fúriákat kellett lelocsolnom festékkel. Az úgy igazán jó volt. Szevasz, Priberox! Találtál olyan wifi-t, aminek Szakszó neve? Lehet, hogy egymás mellett laktok, Razer. Ki tudja. Gyorsan nézzetek körbe. Most menjetek ki mind a ketten a lépcsőház elé, és akkor ha összetalálkoztok, akkor biztos, hogy ugyanott laktok. Én ezt tudom javasolni, így ki lehet deríteni elég gyorsan, hogy miről van szó. Köszönjük nagy szeretettel a szőke ciklon, szevasz, Efi. Hello, hello. Na, álljunk már neki, ugye? Álljunk egy picit neki akkor végre. Nem akarom szaporítani a szót nagyon, mert hogy őszinte legyek, már nyomnám, tehát így adjunk neki. Nincsen kép. Úristen! Nincsen kép? Mi az, hogy nincsen kép? Gyerekek! Ez valami vicc. Jaj, melyik volt az? Nyugodjunk meg most. És működik. Jaj, nagyon szépen köszönöm, General Rohanik. Ej, de rég jártam erre, hát már saját csirmót is van, minden tisztelt. Szevasz, van, bizony, készítettem saját magam. A csavarokat használtam, meg gyalultam. Igazából gyalultam az egészet, hogy őszinte legyek. Spin-off? A spin-off még ennél is jobb. Na ne vicceljünk már. Ne túlozzunk. Na most, hogy így kép is lett, szerintem már sokkal élvezhetőbb a játék a számotokra is. Igen, ez egy kis visszaemlékezés, hogy mi is történt. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. For reals, Warren, this is between you and me. Don't insult me. Szakszónak jelezzetek, hogy minden rendben van-e. Max? Chloe? Igen, ugye az előző fejezetben körülbelül az történt, hogy a suliban történt egy kis malőr, egy srác fegyvert fogott a kékhajú lányra, aki most mellesleg nem gyöngyhajú lány, hanem csak úgy simán kékhajú, de a barátnőnk, és őt megmentettük, közben ráébredt arra, hogy megmentettük őt. Van egy nagyon idióta mostoha apja, aki az iskolában ilyen biztonsági feladatokat lát el, bekamerázott minden, de otthon is. Minden normális Szakszó, akkor nyugodjunk le a csodába. Na, és... mi történt még? Igen, csináltunk ilyen mindenféle feladatokat az órára, meg ilyen apróságok történtek, de belevetjük magunkat is, látni fogjátok. Mm.
Na, hát... Gyerekek, valamiért... Hol az egér? Hol az egér? Ez valami vicc. Ja, működik, csak én vagyok. Bocsánat. Szevasz, Fade Dave, szép estét, hello. Nem tudom, Little Drummer Man, vagy Little Drummer Boy beszorult ide a sarokba, vagy nem tudom, mi lehet. Egy újabb nap. Újabb érzések. Újabb hétköznapi konfliktusok. Újabb idióta emberek. És minden egyéb, amivel egy kamasznak meg kell küzdenie a hétköznapok során. Időszűkében. Szevasz, Leather Taylor! Dupla hág! Szevasz, Huszár Márk! Köszi! Most indítottam még, semmi nem történt. Space, kelj fel! Ki az a Space? Space! Hol vagy? Bocs. Sorry. De hát egy ilyen pólót szerintem a feleségemnek be kell újítani. Ő szereti az ilyen, szellemileg visszamaradott kis állatokat. Igen, furcsán néznek. Szerez, Quertus, hajrá! Bocsold meg a növény. Ez az. Cukros üdítővel, ha lehet, jó? Köszi. Mi ennek lesznek következményei? Meglocsolt? Hát nem rohad el, vagy mi? Hát, na jó, oké. This picture will capture this crazy historic moment in my life. Igen. Csinálj egy selfie-t. Állandóan ezzel nyaggatnak még egy. Csinálj egy selfie-t. Most. Bámulatosnak. Nagyon jó sikerült, mindegy, ezt nehezebb napokra eltesszük, hogy legyen mit nézegetni. I can't keep my eyes open, but I know there's a scientific answer. Na, ezt hagyjuk. Szevasz, Loli! Hát üdvözöllek, nagy szeretet. Hello. Will I really find any insight into my power? Hát ez az. Valakinek sürgősen rendet kéne rakni. Efi, vállalod? That's the only tourist picture. That was a good hockey game. Szívesen látunk itt van is. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Hagyjuk ezt a zenét, ez tetszik, olyan kis hangulatos. A fiókba benézünk. Mi lehet egy kamaszlány fiókjában? Vetődik föl a kérdés. Tényleg? Na, azt te nem tudhatod, Efi. Ágyazzunk meg. Legyünk rendes kislányok. Hát irigylem ezt a tulajdonságot. Én ilyen dadaista módon szoktam ágyazni, mindent így oda maszkurálok, és akkor így valamilyen alakzatot így felvesz. Leginkább a csillag alakzat szokott lenni. A leginkább megszokott. Penész Eszendó? Mi van vele? Miért volt itt? Jaj, várjál. Jó, oké. Úton van. Már is úton vagyok? Azt a kutya mindenit. Even with all this crazy shit going on, it is so cool having Chloe back in my life again. Kis táskát az vigyünk magunkkal, mert az mindig kell egy hölgynek. Illik. Nyissuk ki a... Hát, ha itt találunk még valami. Egy békás órát. Így van. Ez őrületesen fontos. Szevasz, Toxi! Nem szeretsz beágyazni, mert akkor este hideg az ágy, nem mikor lefekszel. Mondjuk ebben van valami. Gitározzunk már egyet.
és előadjuk a nyálon lőtt lány nevezetű hihetetlen népi zenei forma kincset. De miért nem gitározik? Na. Azt hiszem, hogy ebből ennyi most így hirtelen első blikre elég volt. Gyanítom, hogy fel kellene öltözni, nem? Mert mégse. De nézd meg a ruhát, ez az. I hope you slept well. Now, shall it be my Gucci shirt with the Vuitton jacket? Súlyos bajok vannak. Súlyos bajok vannak. Whoa. Beszél a ruháihoz. Hello, zombie face. This is what happens when you research quantum physics all night. Na jó, nem kéne fölvenni valami rucit, de most komolyan, tehát én így nem megyek ki. Tényleg föl kéne venni valamit, srácok, hát ezt így nem lehet. Növényt meglocsoltuk, nagyszerű, könyvek, izé, kutyafüle, minden. Szerintem mindent megnéztünk, és ahogy látom... Courtney, seriously, do not forget I need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I'm so on it. Aliba, így van, így van. Én a nyálon lőtt lányra gondoltam, de... De srácok, most tényleg ennyire meleg van? Hogy én itt pizsibe ezért flangálok? Nem tudom, el kéne menni egyet fürödni, nem? Anélkül, ha ne legyünk már retkesek, hát... Hey, Max. Hello. Hát te ki vagy? Hey, Kate. How are you doing? Még I'm nagyon here. Nem ébredtek fel. Thanks kicsit kómásak a lányok, ahogy látom. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. Effie. It's great so far. Egoldom. Egy ninja vagyok. Nyugodj meg. Egy igazi ninja. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Na jó, mindegy, akkor nem zuhanyzunk. Tényleg ezek logikus dolgok, amit Effie felvetett amúgy. Tény és való, igaza van. Na várjál, hallott Budi papír. Itt ne hagyjuk már, ez egy hasznos kellék lehet bármikor. Aknyos varjú! Jézusom! Köszönöm szépen nagyon! A Tier 2-es szubot, te kis huncut! Köszi! Hát ez már 11. hónap Tier 2-es. Úristen! Úristen! Varjú! Hát mi ez az egész? Köszi szépen nagyon! Itt vagy egyáltalán? De komolyan! Hello! Szevasz! Na szevasz! És köszi szépen! Mi történik itt? Kora reggel? Hülye zenét hallgatunk? Táncolunk az ágyon? Szégyed magad. Legalább az ajtót csuknád be. Nem, úristen. Na, srácok, mit kell akkor itt most csinálni? A Budi papírunk az már van, tehát így vannak ötleteim, hogy mit lehet még művelni, de azért valószínűleg ezt nem kívánja megjeleníteni a játék. Nyissad ki! Wake up, Max. Juliet is next to me in the hall, not her room. Hát jól van, akkor nem baj. Hát Jézus Máriám, na jó van, mit kell itt csinálni? Mert egyelőre elvesztettem a fonalat. Boborjána, Yeti, így van, így van. Srácok, miért nem lehet fölvenni a ruhákat? Most ez... Na jó, olvassuk ezt, tehát ha kiadtam valamit. Azt mondja, el kell menni zuhanyozni. Jó. Oké. Törölközőre lesz szükségünk, meg ilyen tisztálkodó szerekre. De én, hogy őszinte legyek, sehol nem látok ilyesmit. Cartier-Bresson, Doisneau, Hamilton, the greatest. Szerintetek mit kellene művelni? Van itt valahol nekünk ilyen tisztálkodószer? Vagy bármi, akármi?
A felöltözés DLC, az persze, hogy ne, felöltözés DLC, mert jó, jó megvesszük azt is. De most komolyan, tehát így, hol a radairos sebbe van? A törölköző, meg ugye egyáltalán. Törölköző teniszütőkkel, játékmackó, ami az asztalon pihen. Igen, de nem az asztalon pihen, ahogy a mellékelt ábra mutatja. Az ajtó mellett. Dehogy van ott? Az ajtó mellett. Xit, át akarsz te engem verni? Ezt kell megnézni? Nézd! Mrs. Hoyda is still out sick. I heard somebody say she has severe depression. Szekrényben az ajtó. Igen, arra rájöttem már. És most komolyan, tehát hogy így... Hol? De már kinyitottam az előbb. Uh-oh. I wonder if I'll ever wear a watch again. Bal oldalt. Gyerekek. Hát ez dráma. De nézd már, nincsen sehol. Mi történik? Valaki mentsen meg! Valaki mentsen... Mit kell fölvenni? Hát beszarok. Már, bocsánat, szóval, hogy így... Hol? Hol van a törölköző? Hol vannak a dolgok? Azt fogják rebesgetni, hogy eltűntek a dolgok, srácok. Köszi, taggyos varjú, de még mindig nem tudom, hogy hogy a rossz sebbe menjek el zuhanyozni. Nem tudok elmenni zuhanyozni. Ótvar büdös leszek egy idő után, srácok. Itt valamit gyorsan kéne tenni. Quertus felkiáltója sob, de... Én ne haragudjatok. Szit, könyörgöm, segíts már! Szekrény van az ajtóm, de nem találtam benne semmit. Hát lófasz van, habba, nézzünk már körbe. Nincs semmi, nézd meg. Úristen, gyerekek, hát én abba kell hagyjam a streamet. Nem tudom, nem tudok tovább menni. Kész, vége. Vége van, hallod? Kivittük, vagy valami. Nálam van a jobb felső sarokban. Ja. Köszi. Hát jó van. Jó van, na. Jó van, na. Hát ez most így alakult. Ez most így alakult. Jó. Oké, semmi baj. Most már tudunk menni. Itt vagyok megint. Hello, kép. Megyek, zuhanyzok. Így ruhástól. Ahogy az kell. Ahogy a tinik manapság szoktak. Ne nézz oda! Ne nézd a csajt. Úristen. Na jó van. Egy kicsit nézhetitek. Sokat ne. Vagy csak fél szemmel. What's up, Kate? Na megjöttek a rémik. That's it. That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. És mindjárt kiugrok érte, egy beszappanozva, mint egy ilyen durva ninja. Don't be shy. Hajime, azt mondom neki, és egyből megrettennek. You're going to be sorry someday. Pikkelyes a hála. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Órod az pikkelyes. Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my face. Igen, mert az előző részben jól lelocsoltuk. Mi ez festékkel? We ran all the way. Give it a rest, Taylor. Ja, igen, hívjuk akkor az egyszerűség kedvéért népszerű lányoknak őket, igen. You can hang out with Kate or Max. De ez a csaj, ez olyan, tehát ilyen pofozni való, már hogy, bocsánat, ne tessék ezt félreérteni, de olyan tenyérbe mászó, hogy az valami borzadás. She's a weirdo with that dumb camera. Na tessék. I hate that, I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. Te miről beszélsz, nagyos varjú, imádlak, de rohadt. Ja, bocsánat, félreolvastam, Büdös TV-nek olvastam, de most már látom, igen. Lehet, hogy nagyítanom kéne a cseten egy kicsit. Bocsánat. Megérdemli a csibész, igen, meg.
megérdemli. Na most akkor most már lefürödtünk? Nem vagyunk retkesek? Azaz. Nagyszerű. Hello, water. Sorry, I forgot. Ugyanabba öltözött vissza. Most ezekkel lefoglalkozzunk, Efi. Hát van az a nap, hidd el nekem. Én azért szoktam az ilyesmire adni, de hidd el nekem, hogy van az a nap, csak nekem is már régen volt ilyen, amikor úgy rohadtul semmit nem kell csinálnod, és úgy fogod a pizsidet, megfürdesz, és visszaveszed a pizsit. És visszafekszel. És egész nap ott hesszelsz az ágyba. És egy éve várok már egy ilyen napra, srácok, csak nem tudom. Mi várjatok, mi a feladat? Most már lefürödtünk. Vannak ilyen hihetetlen küldetéseink, hogy fürödj le, meg mit tudom én. Várjál? Jó, ez nagyon jó. Mit kell csinálni? Jó. Nagyon jó. Hát ez bámulatos. Az ilyen napok előzménye? Hát akármiből származhat az ilyesmi. Na, lefürödtem most már. Minden oké? Okay? Hello. What's happening, Dana? Everything cool between you and Juliet? Oh, yeah. Ez krokodiloska, thanks nem again békás. For releasing me from her captivity. Szevasz, Viri, Diana, szép estét. By the way, the best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig. Nekem is kéne egy ilyen békás póló. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. I'm not big on cosplay. Don't let life pass you by, Max. De lehetnél. So, are you coming to the party or not? Hajad megvan hozzá. Tök olyan a hajad, mint egy videójátékban, úgyhogy simán cosplayezhetnél. Miért ne? Why the fuck not? If I hate it, I can always go back to my room. That's the spirit, Max. After this, you'll be ready for a rave. Jajaj. It does sound like fun. Now I have to go contemplate my party future. A bulis jövőmet. Srácok, mennyire szoktak így a tinédzserek beszélni manapság? Fontolóra kell vennem a bulis jövőmet. Mi a fasz? Ja, Istenem. Na jó. Oké. Most akkor fontolóra vesszük a bulis jövőnket. Most már lefürödtem. Most már kinyitja? Hát nem, még mindig nem. Rook, figyelj, mit csinálsz te itt? Oh, hi Max. Zavartnak tűnsz. Láttad a havazást? Na, azaz. Igen, mert ugye az előző rész az azzal végződött, hogy valami őrületes kataklizma készül lecsapni a városra, és én ezt előre megálmodtam, megtudtam, mert rengeteget néztem az ezotériát, ez azért van. Milyen volt a bulis múltam? Na, figyelj, ezt majd talk show-ba kérdezd meg. Ígérem, válaszolok rá. Na most mit mondott? Majd később, az a biztos. Lucky you. I'm sure he'll track you down, Max. I'll see you around. Hello. Taylor. Jóval, helyes. Taylor is no doubt being led around by Victoria, as usual. Ez se nyit ajtót. Gyerekek, mindenki be van itt zárkózva. Nem csodálom. Ilyen hülyék kopogtatnak állandóan. Jó van, na? Aludjál. Hát, Rilkeri, igen, sajnos valami hasonlóra gondoltam, de szomorú ám. Na, most mit kell csinálni, srácok? Mindenki ezt bekopogok, hogy én legyek az irtózatosan idegesítő lány. Oda is bekopogok. Ezek valami matekosok lehetnek. Fáj. Ez nagyon rossz szó vicc volt ez ott. Na, most fel kellene öltözni? Na, most már lefürödtem, biztos, hogy fel tudok magamra venni valami göncöt. Na? No fucking way. This is not why I came to the world. Szoszorog gaming, nagyon helyes. And I still have to clean all this crap up after I find Kate's book. Na. Vegyél föl valami göncöt, tessék. De szépet, nem ám ilyen néző zebra mintásba néz. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week, and he couldn't even rewind time. Oké. Nagyszerű. Fölöltöztem. Szerintem ide rendben a fényképezőgépet vigyük már magunkkal, mert anélkül
Egy lány nem mehet sehova. Ezt a feleségemtől is megtanultam, úgyhogy... Bocsánat. Na, azt mondja, tenni, meg kell keresnem két könyvét. Na várjatok, akkor két könyve. Keres. No book here. Keres. No book here. Keres. My desk is a pigsty, but I know it ain't there. Akkor, na akkor hol van? Üzenet. Micsoda? Micsoda? Ezt most... Atya úristen, ezt most vésték ide fel. Nathan's revenge. A rohadt genyák. Even Chloe told me not to go to the principal. Ezt nem szabad hagyni nekik. Lefogom. Of course he just spilled soda on Kate's book. Ó, a bánatba. Better fix this fast. Kate needs the book and I don't want to add to her list of problems. Ó, basszus. És akkor ezt most hogyan hozzam? Várjál. Lehetne visszapörgetni az időt? Pörgessük csak szépen vissza. Kólával nem kéne lelocsolni itt hirtelen. Most vedd onnan, azaz. Fogod magad, elveszed. Aha, ennyi, kész. You're mine. Now I can finally take this back to Kate. Köszönöm szépen, Ádi, jó szórakozást hozzá. As if I have to worry about being nem, late én most ezt akarom játszani, mert I do have all the time in the world now. Na, és akkor meg kéne keresni azt a lányt, és akkor ezt a könyvecskét oda kell neki adni, mert akkor ettől ő boldog lesz. Na, oké. Privát szám. Biztos el akarnak valamit adni. Az anyádat. Gyerekek, a lányok nem bírnak magukkal a lány kollégiumban. Meg kell állapítsam, hogy nem bírnak viselkedni. This has to be from Nathan. But it could be anybody. I better... Két könyvét vissza kell adni. Careful around here. Melyik volt Kate-nek a szobája? Várjál, Kate-nek nincsen itt szobája, ugye? Azt jól érzem. Nehogy aztán itt valami... De itt van. Oké. Okay. Kate? You in there? Verekedtél? Verekedős voltál? Jézus várjál. Hát hallod? Mondjuk fölveszed azt az Assassin's Creed-es alkarvédőt, hát azért nem mernék eléd állni, na. Hey, Kate, I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? I hate bullies. David Madsen should know better. I was hoping he would. But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. So, what's the story with you a and jövőről, David? Nőkről, well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Did you party with them? I went to a Vortex Club party against my better judgment. Not my scene at all. Ott a tengeri malacca, nézek, hogy húzzál. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club. Taknyos vagyú, hát miket írogatsz már, ne viccelj. Hát... And I have no memory of it. Vagyú, bírjál magaddal, légy szíves, jó, köszi. Megint keménybe vagy. Gyümölcs nap van, vagy mi? Ez rémes. That's awful. So, how did that happen? Hát it's én például Rilkeri, én arról szeretek, amit is viccen kívül. Én ilyen politika fogyasztó családból származom, de nem what politizálok. Did you drink? Streambe. I swear to God, I had one egyformán sip of red mindenkit utálok, and then de... I drank water. De érdemes szerintem a dolgok ütőerén rajta tartani az ujjunkat. Are you sure it was just one sip? I take a sip at church and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick. Tutti fix, hogy szegény lányt valaki begyinázta. Látszik a szemén.
How sick were you? Sick enough to need a doctor. I thought I was dying, Max. So, Nathan didn't take you to the ER. All I recall is driving for a long time. And I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. Na szép. And... Jézusom. És? Mesélj. That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt great. Oh, Istenem. Varnyú. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Szevasz, kecske, hát ez szép. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate. Hüha. Mi van? Mi lesz, ha meglátja a templom? I'll check back later, jogos. Okay? Jogos. Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Tessék. Köszönöm szépen a könyvedet. Nagyon kedves volt tőled, hogy kölcsön adtad. Azért elviszem a hegedűdet, jó? Kate used to play the violin every morning. Múlt héten abba hagyta a hegedülést. Hát mondjuk azért emiatt ne korholjuk szegény lányt, mert valószínűleg a szomszéd szobába nem volt valami kellemes hallgatni. Szépen játszik, vagy nem, ide vagy oda, tök mindegy. Ajaj. Szegény csaj. Azért akárhogy is nézem, ez meglehetősen szar lehet. Nyuszi. That is the cutest bunny ever. I bet Kate is a good mommy. Meg a cukiság. Nem, azt nem lehet, Bali, nem lehet. Le fogjuk fényképezni a nyulát. A nyuszit. Ezek hogy remeg, így. Ezek az állatok, amúgy ezek a kisebbek miért csinálják ezt, hogy így remegnek? Azt tudja valaki? Csak van biológus köztetek, vagy valami. Miért remegnek így? That's a lot of tears. She's going to go through boxes. I had no idea that Kate ever hung out with Alyssa and Stella. Hát meg, igen, de hát Magyarországon ez valahogy kevésbé működik. De Real Carrie, fejezzük is be ezt a témát, és ennek nincs itt az ideje meg a helye. Lihegnek vagy félnek? Az azért van. Lihegnek. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Igen, menj a rendőrségre, az a biztos. Yes, you should definitely go to the police. Sledex, szerintem te vagy az, aki megfejtette a rejtét. Rezgőre vannak. Istenem. I will go to the police and also Principal Wells. Nagyon helyes. With you as my backup witness, they'll have to take us seriously now. Arról nem volt szó, hogy tanúskodok. Hey. Well, I mean, I believe you and everything, but we're still just spoiled punk students to the cops and faculty. I think we need to be very careful here. Why? Careful of what? Nothing. Except the Prescotts are a powerful family. I hope this won't backfire on us, that's all. Jaj, tényleg, azt láttam, hogy gyakori kérdések volt, miért zúg a macskám? Az ugye? He'll get it. Hú, gyerekek, aki kitalálta azt a gyakori kérdések nevezetű oldalt. Egy fél óráig jól akarod magad érezni, menjél föl, nézzék körbe, komolyan mondom. Time out, Max. You actually told Kate to go to the police and the principal. Igen, azt mondtam after neki. After getting a scary text threat. Now the police will definitely drag you into this shit. Jó, hát akkor belerángat, Istenem. De most szegény csaj ott üljön, és a megrontói azok vigyék el szárazon. Hát azért állj meg a nászmenet. Jó. Atya úristen.
hogy pörög az ujjuk, úristen, fürge ujja 2018. Na, sok a smiley. Na, menjünk akkor oda a két bálnába. Nem kék bálna, két bálna, two whales. Jó? Tehát ne tessék félreérteni, ez se. Jaj. Szevasz, Marcika, szép estét neked is, hello. Igen, azt tudom, taknyos varjú, mert perek származtak abból, hogy voltak olyan idióták, akik megfürdették a kisállatukat, utána berakták a mikróba. Ezt ne csináljátok utánuk, mert hát szétposszan. És azt nem akarjuk. Már megint. Az édesanyátok ballába szállál. Mindenki velem baszakodik. Már elnézést. Max, check it out. Mit akarsz te már megint? Warren, what are you doing here? Wow, ez a gyerek valamit akar tőlünk. Nekem van egy olyan sanda gyanúm, de szegényem olyan egy sejtű, hogy az valami borzadály. Kösz. By the way, thank you for stepping in. You were pretty badass, Warren. I owe you. Igen, oh, igen, yes, itt valahogy, nem tudom, nyilvánosak a telefonszámunk. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl. She's pretty punk rock. How do you know her? Szevasz, Steve. Szép estét, hello. Csak egy kalóz. Just a pirate I used to know. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? He's dangerous. I don't want you to get involved. Nagyon bölcsen döntöttünk most, hogy nem rángatjuk bele ezt a szegény gyereket, mert amúgy is mondom, tehát borzasztó. Like that bizarro snowfall yesterday? Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Nem ledőr, Taylor, azért, mert hülyék. Egyszerűen azért, mert hülyék. A helyzet az, hogy fürdetés után akarták megszárítani állítólag a kisállatot, és berakták a mikróba. Hát szóval most gondold el, hogy mennyi esze lehet az ilyennek. Na, oké. És akkor menjünk már a... a Two Whales-be. De gyorsan. Jaj, ott van a szekús csávó. David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or Rachel. Mi történik? Felszállunk a buszra. Valószínűleg igen. Hello! Mi van? Timi néni rendet vág a cseten, ahogy látom éppen. Elkanászottok. Igen, ecset haja volt bizony. Ő azzal fest. Olyan képeket, amit senki se ért. Bár attól még, hogy senki se ért, nem lesz elművész. És ez volt az a rész, amikor jött Freddy Krueger, és ő volt a buszvezető, nem? Nem. Egyszer csak jött, hát ott volt. Hogy honnan jött, az senki se tudja, hogy hova megy, az se nagyon sejtjük. De szépen kanyarodik. Ne itassátok, Timi nénit. Bali, is engedjünk, ha lehet kérni, köszi. Most kössek vagy varjak?
Ott van a két bálna. A két bálna vendéglő. És italkimérő egység, ahova most el fogunk látogatni. Engem is folyamatos egy tablap, de vízzel. Kecskehunter. De amúgy is már nincsen bot, mert bannolták. Az lesz öreg csávó. És nő. Na nézzük, azt mondja, hogy ide megyünk. Tuti fix, hogy ide kellett jönnünk. Nyisd ki? Mondom, nyisd ki? Oké. Okay. Man, that smell of breakfast and the sound of clanging silverware makes me... Ó, már megint. Foglalj egy fülkét. Anya majd megetet. Ajaj. Level 13 again. Fülke, ülj le. Na, nagyszerű.